Üdvözlök mindenkit! Mai nap ismét a titkos horgászhelyen fogok horgászni. Hát most már azt nem mondom, hogy etetett hely, mert egy jó másfél-két hete nem voltam kint, ugyanis nyaralni voltam, meg a munka, stb. Más dolgok is közbe jöttek, úgyhogy két hete nem voltam kint, nem etettem meg a helyet, de viszont most újra elkezdek kijárni, újra elkezdem szórni, és akkor innentől kezdve elméletileg novemberig tiszta lesz a pálya, az, hogy tudok majd kijárni folyamatosan. Hát a utolsó horgászathoz képest óriási változás, majdnem 2 méterrel lentebb van a víz, úgyhogy az etetés előtt most azzal kezdem, megnézem egyáltalán, hogy mennyire tudok bedobni itt, és hogy hogy áll meg a szerkó, de így, ahogy látom a víz tetején azokat a kis törmelékeket, azt a kis hordalékot, nagyon kicsi a sodrás, majdnem egy 30 métert be kell dobni, hogy ott elkezdődjön valami keményebb vízmozgás, úgyhogy majdnem beleesek, hogy jó. Hát, úgyhogy legalább egy olyan távolságot meg kell dobni. 5, 6, 7, 7-ig tudtam elszámolni. Akkor ilyen, hát 4,5, maximum 6 méteres víz van ott, az nem rossz. De lehet, hogy akkor át nem fogok dobni. Azt már nagyon meg se tudom etetni a lapáttal. Tehát így szórni kukoricát már nehézkes lenne. Úgyhogy csak dobok egyelőre, csak ide. Egy 20 méter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó, hát itt meg mintha mélyebb lenne. Úgyhogy szerintem az a távolság lesz az, amit meg fogok horgászni. Igazából ilyen kis távolságra itt nem kell kiakasztani a klipszet, ilyesmi, ezt így simán szemre meg lehet dobni. Még egyszer. Úgy. Jó, nagyon jó kicsi a sodrás, de mély a víz mégiscsak. Akadni most sem akar ugyanúgy a hely. Ugye eddig csak itt ezt a szakaszt horgáztam itt meg. Amíg nagy volt a víz, a külső részt. De most azért bentebb érdemes dobálni. Tehát nagyon kicsi lett a víznek a sodrása, hál' Istennek. Ott szemben, ott van a sodorvonal, ott az egy kanyar külső ívének a vége, és akkor igazából ott dobódik át majd a túloldalra. Jó lesz ez. Kezdem is akkor az etetés, most már megvan így a fejembe, hogy mi az a sáv, amit meg fogok horgászni, akkor így meg tudom szórni lapáttal a dolgokat. Na hajrá! Kezdjünk akkor az etetést. Amit beszórok, az a eddig is jól bevált erjesztett kukorica lesz. Nem is tudom, hány fokos lehet a víz, 27-28, brutál meleg. Tehát az erjesztett kukorica az csak még jobban fog működni ebbe a nagyon forró vízbe. Vagy hát nem forró, de azért igen, csak hogy fel van melegedve a tisza is. Na. Nézzük akkor az első dobást. Hát úgy csinálom, ahogy szoktam igazából. De magammal szembe kezdem el, és akkor ameddig át tudok dobni, amíg azt a sávot ott meg tudom etetni. Jó, kezdjük. Aha, pöpec. Azt pont meg tudom ezt a sávot dobni. Jó, ez a lapát ilyen nagy hosszú feje van, és jó, begyorsul benne a kukorica szerintem, hogy kapja a lendületet. Ez az. Pöpet. És hát annyira kicsi a sodrás, hogy ez simán itt pakolja le előttem. Ez szinte biztos. Úgy. Jó. Úgymond tőlem szokatlan időpontba érkeztem ki. Délután 2 van, 34 fok. A videókhoz annyian írták ilyen kommentekbe, komment szekcióba, hogy próbáljam meg a délutánt is az éjszakát, mert hogy a nagyamúrok ilyenkor szoktak támadni. Úgymond, úgyhogy ráadásul hajnali időszakban nem értem rá, ezért az éjszaka lesz most a nyerő. Nem éjszaka, ilyen 9:30-10 maximum, addig maradok. A sötétet is megvárom. Használni fogok kevés etetőanyagot is a pecához. Őrölt TTX-et, illetve kulkárt mixes
ananászos metódetető keveréket fogok használni. Ennek a kettőnek a keverékéből fogok összeállítani egy anyagot, amit a kosárba megy majd. TTX-nek a felét. Ennek a kisebb felét nem keverek, de sokat. Ennyi bőven elég lesz belőle. 1, 2, 3 ilyen kis marék víz. Nagyon jó édeskés, ananászos illata lesz a keveréknek. Az a igazából egy furcsa benne, hogy amit, hogyha egy vízre aktivizálódna benne az aroma, vagy ez az anyag, mert szárzon alig érződik ki az ananász, majd amikor benedvesítem, ilyenkor nagyon jó tisztán lehet érezni ezt az ananász illatot. Teljesen jó lesz így. Jó összeáll. Ez kell most a módszerhez, amit fel majd ugye használni akarom a kaját. És a jobbos boton Fonozsinór, 12-es Fonozsinór előke van, egy hajlított szárú 4-es horog, 4 szem elrésztett kukorica, ugyanaz a kukorica, amivel etetek. Körülbelül egy ilyen 40 cm-es előkén van fönt, 80 g-os alagút kosár csúszóra szerelve, és akkor ebbe megy egy kevés etetőanyag először, utána elrésztett kukorica egy jó adaggal, majd újra etetőanyag a tetejére, tehát így ez a jó minőségű ananászos etetőanyag úgymond ragasztóanyagként is szuper áll, mert középen megtart egy jó adag elrésztett kukoricát, és amikor ez leérkezik a vízbe, kiolvad, ezt a jó kis ilyen édeskés, ananászos illatot az elrésztett kukoricával együtt szépen ide a horog köré kitolja, és amikor jön a nagy pontja, észreveszi ezt a nagy területű etetést, valószínű, hogy ezt a kis kupasz kukoricát is ki fogja szúrni. Ide jön, innentől kezdve meg a horog már itt van mellette, és hát ha ez a taktika működni fog, eddig működött, adta a halat, reméljük ezután is fogja. Na gyerünk akkor. Na. Valós bocomon 25-ös fluorkarbon monofil előke van, egy 6-os ilyen kisebb, hát az jóval kisebb ez a horog, nagyon jó vékony húsú, de azért elég erős is, remélhetőleg, hogy egy nagy pontyot vagy amúrt megfogjon. Ez is körülbelül egy ilyen 40 cm hosszúságú, ugyanúgy alagút kosár van csúszóra szerelve, és akkor etető kosárba ugyanúgy ez a erjesztett kukoricás etetőanyag van ugyanúgy beleragasztva. Lehet, hogy kicsit a horog az kevés lesz, meglátjuk, meg lehet azért fogni ezzel is a nagy halat, de nem akarok felrakni erre egy fonozsinóros, nagy vastaghúsú horgot, mert néha annyira óvatosan eszik a hal, hogy kapást nem lehet velük elérni. Ezzel a fajta horoggal viszont simán meg lehet fogni, akár a keszeget is, vagy akár a nagy pontyot is. Akár így az óvatosabban kajázó nagyobb halakat is. Így jön a berobás, lent tartom a spiccet, lesüllyed, szerelék, és utána kis aprókat tekerek rajta, megfeszítem a zsinort. Ugye a sodrás, ahogy már ereszkedik, a kosár öblöt csinál a zsinórnak, de ezt kifeszítem ezekkel a kis apró tekerésekkel. Ugye van a víznek is ellenállása egy kicsit, azt kell leküzdeni ilyenkor, és akkor szépen lehet érezni, amikor úgymond felkeményedik a szerkó most. És ilyenkor rakom le a botot, és még kicsit az orsó dobjával feszítek rajta. Így. Ennél a kis sodrásnál ez a 80 g-os lapos aljú, még ráadásul körmök is vannak benne, ez simán így megtartja a szerkót, és közvetlen kapcsolat van, nincs ez az öböl benne. Hopp! Jobbosra már érkezett is egy szép ütés. Remek.
Itt van a poncs végre. Ez de szép kapás volt megint. Hát itt üldögélek egy 2 óra hosszája, 2,5. Egy mozdításom nem volt. És most dobtam egy újat, kicsit rövidebbet, és el is durrantotta egy szép potyka. Szép kapással jött. Szokásos botbefordítós, botelvívős, de nem lesz óriás. Attól függetlenül, hogy az első pár másodpercben olyan erővel indulnak meg, mint hogyha 50 kilósak lennének. Ott is van, azért nem olyan rossz, ha? Szerintem 2-3 kiló közötti lehet. De az a jó, hogy ezt a szintet el tudtam érni, hogy erre azt mondom, hogy egy kis ponty igazából. Bár olyan rengeteg nagy pontyot nem fogtam a Tiszába. És... gyere csak! A mai nap első hala meg is van. Nagyon szépen akadt. Kicsit ide szélre ment, de az alsó szájába. Íme még a kukorica nagyon kicsit tudott toldódni a kosárból. Szép tiszai ponty. Na hát is vissza. Viszlát. Na hát így nyaralás után is úgy néz ki, hogy sikerült egyből pontyot fogni a titkos helyen. Etetve már nem volt 2 hete, ahogy a horgászat elején is mondtam, úgyhogy etetett helynek így nem nagyon lehetne nevezni a dolgot. Igazából nagyon titkosnak sem már, mert a csónakosok, akik ismernek, már réges-rég látták, hogy hol van a hely. Remélem, hogy azért nem árulják el mindenkinek a dolgot. Mindenesetre a partról igen csak nehéz megközelíteni. Mehet is vissza a szerkó. 4 szem erjesztett kukoricát vett föl. Nem volt ennek a kis pontnak se szólt probléma egy ekkora falatot felszippantani. És ide közelebb dobtam itt. Csípte el. Szórok be egy kevés kaját, ez eddig is jól működött, ha sikerült fognom pontyot, mindig szórtam rá egy keveset, és akkor így sikerült itt tartani őket, és akkor később is jelentkeztek kapások, hát ez most is így lesz, úgyhogy megküldöm a területet egy kevés kukoricával. Itt jóval kevesebbet szórok be, mint a kezdeti mennyiség, de azért mégis legyen bent. Ki tudja, mekkora rajokba járnak itt ezek a halak. Lehet, hogy végigmennek, mint a porció, átüntetik a kezdeti etetést. És hát a nagy keszegekről meg ne is beszéljünk. Abból meg rengeteg lehet is. Már egy ilyen 50-60 dekás keszeg is simán fölveszi az erjesztett kukoricát. De hát vannak itt kilós, másfél kilós dévérek is bőven. Szépet sikerült akasztani. Hát ez nagy lesz. Megint a kis horgot csípte el, úgy látszik, csak ez a finom horog kell neki. Egy szem kukoricával. Jó hal lesz. Már épp azon gondolkoztam, hogy ilyen egypontyos horgászat lesz a videó címe, de csak nem. És megy ki megint oda. Kintre ott keresi az akadót. Derafkósak vagytok. Na, mindjárt itt is van. Még egy kirohanásra van erő. Azért ez nem rossz, ha így csinálja a műsort. Hát igen, hát ez most honnan jött ez az energia?
Még egy nagy kirohanásra volt erő. Új, de szép pont ez is. És megvan. Ez az. Hát, fantasztikusan. Hú, de örülök neki. Azt az eget. Két hete, hogy nem voltam kint is. Megszórtam a helyet, és megint beadta. Ez az. Ú, de gyönyörű. Hát ez egy újabb remek pont innen. És nézzük, hogy akadt ez a kis picike horog neki. Aha. Ide az alsó szájába. És ennyi, ekkora volt a horog. Összvisz. Egy szem kukorica. Tehát 0,00 kg ráállítva. Nézzük akkor. 6 kiló, 53 deka. Remek. Szép hal. 6,5 kilós gyönyörűség. Ah, jó küzdelem volt. Egy újabb szép pontja Tiszába. Hát kösz haver, hogy jöttél. Mehetsz is vissza. A viszontlátásra. Ez az. Hát akkor szép potyka elúszott. Mehet a etetőanyag a kosárba. A szokásos módon egy réteg kaja alulra, középre egy arag elrésztett. Alul felül újra megtömöm a kosarat ezzel az ananászos kajával. És a csali az pedig szintén ananászos kukorica, kicsit vastagabban tűzve. Így, és akkor ennyi. Ennyiből áll a dolog igazából. Egy szem kukoricát vesz föl csak. Érdekes, legutóbb is ugyanez volt, hogy ugyanezt a horgot, ugyanezt a szerkut vette csak föl a nagyobb. Jó, hát most jött a hajszál előkésre is, de ez már vagy a negyedik, ötödik ilyen horgászat, amikor azon kapásom se volt. És a 25-ös monofilt, vagy talán ezen lehet, hogy csak 22-es van. Ezt meg fölveszi. Érdekes módon. Rafkósak itt a halak. Na, mi az a gubanc? Szerkó újra bent, és akkor jött a szokásos rátetés. Csak így a kanál hegyével csípek pár szem kukoricát a vödörből. És mehet be. Hoppá, megvan a következő. Ó, itt elbambulom a dolgot. Öcsém, a telefon, mindig a telefon. Jött egy üzenetem, azt néztem. A kollégám küldött egy videót. Potyka lesz ez is. Már teljesen vissza volt lazulva a zsinór. Elbambulok. Ott is jön. És meg. Hát. Hát a végész, végére egész. Jó kis pecsa lett ebből. Ez igen. A mai nap harmadik potykája, eléggé meg van sérülve a bodnár tüskéje. Tehát lecsípte volna neki valami. Eléggé viharvert szegény. Na mindegy, majd kiheveri. Mehet vissza. Viszlát. Hú,
De jó kis peca lett ebből megint. Imádják ezt a ananászos kaját, úgy látszik. Ezzel az elrésztett kukoricával így vegyítve. Meg hozzá még a TTX is. Egy jó kialakított etetés, szerelés. Eléggé finomnak kell lennie is. Jönnek a halak. Hát egy nagyon jó kis horgászat lett így a végére. Még egy 20 percet maradok. Körülbelül. Most nem is szórtam meg azután a kis ponty utána helyett kukoricával, hiszen épp egy 5 perc, hogy be volt dobva, és már is jött a következő hal. Meg hát egy 20 percet maradok, most már nem etetek többet. Úgyhogy úgy néz ki, hogy érdemes kijárni délután is. Ez a délutáni alkonyati órák eddig számomra ez nem igazán volt így kihasználva. Nem jártam ki, nem jöttem ki a hajnalt, azt jobbnak gondoltam, de úgy látszik, hogy itt is működik a dolog ilyenkor is, úgyhogy nagyon jó perc volt. Két hete nem voltam itt, nem szórtam a helyet, de mégis egész jól adta a halat. Sőt, hát ez a 6,5 kilós ponty, ez gyönyörű volt ismét. Na hát, remélhetőleg így folytatódik tovább a nyár. Járok még ki, folytatása következik mindenképp, és nagyon jó lenne egy 10 pluszos halat fogni ismét. Innen erről a helyről esetleg egy szép amúrt elcsípni a Tiszából, de azt még nem fogtam. Ebből a folyóból, úgyhogy mindenképpen folytatása következik. Én még egy 20 percet maradok, de ha már nagyobb hal nem lesz, akkor a videó itt ér véget, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!